Szevasztok, srácok, én Baluk vagyok, és itt vagyunk a következő Bad Wars-os videóval. Ez szintén nagyon régen volt Bad Wars-os videó, azt így fejből nem tudom megmondani, hogy hányadik epizód, és hogy milyen régen volt. Itt van velem egy újabb videós Power PvP. Sziasztok! Illetve a hősies Markio Present. Hello! Felső vonal S. Na srácok, itt vagyunk igen újra Bad Wars-on. Ki kéne ütni valami ágyat, nem gondoljátok? Leve. Na igen, én gyorsan kifejlesztem a cuccost. Oké. Én igazából megpróbálok rámenni valakire, és igen, kéne egy fejlesztést dobni gyorsan. Mások kettő vas kell, de elrútolják a vasat nagyon. Hát én véletlenül oda dobtam egy bemegy egy srác. Másik sziget igazából itt van. Ott van, ott van. Az ágyat vegyétek. Nem tudom, a... Itt a gyerek itt a piros. Szép volt. Ez montásban élő jelenet lesz. Oké, írj. Jó, van 13 vasam. És megkérlek mindenkit először arra, hogy amikor valaki beszél, akkor a másik nem beszéljem. Na, ezt így powernek mondom elsősorban, mert veled még nem volt videó, és te még nem tudod ezeket a szabályokat. Jó, oké. Na, fejlesztettem izét, van most már kardunk, ez nem fasza. Isten, pont nekem csaddigra lett meg a vasam, szóval, ja. Na, majd legalább el tudod költeni. Yep. Az a lényeg, de szokatlan. Várjunk, most kell nekünk bronz. Aztán gyorsan átmegyünk a ennemihez, én gondolom. Úgy lesz. Bezony. Bedóta, nem tudom, hogy bedóta van velünk, ugye? Ja. Nem tudom, hogy bevétel az ágyat. Remélem, hogy bevétel, mert igazából az jó lenne. És én igazából kimegyek vas, mi ez? Csákányért középre. És akkor rárásolok valakire. Illetve egy kis sárga jön felénk. Adja a vasat? Ne lökd hátba. Ja, te és Balukának is lesz a leírásban a csatornája. De kedves vagy. Nagyon kedves vagy, barátom. Te adsz valamit? Ó, dia. Hallod, én igazából tudok venni OP-kat, meg mindenféle varázs dolgot. Varázsok? A vágod még szettet is adja a csáveszka, aki igazából csaj. Na, ezekért a nézőkért megéri játszani, akik ilyen kedve... Anyád, mennyit ad te ez a gyerek? Hajó! Az jó, az enyém. Okay. Ez nem a tiéd, ez az enyém. Van 22 vasam, az normális? Amúgy nekem az első része a legendary MC a Bad Wars. Az szép volt. Baluka este 20-16. Itt a piros előttünk. Igen, vele ezek szerint nincs team. Nem tudom mit csináljak. Menjek be fightolni. Szerintem csap ki, jó? Az ugye a legegyszerűbb. Oké, ki is csaptam. Az ugye... Gyors, a Hungary, vagy melyik az a Hungary-vel nincs team, mert ő lökött le. Most okay. Én estem magamtól. Csak hogy... Borsa! Ő volt a hős és diadalom meggátolója. Na ezt most szépen kifejeztem magamat, de no problem. Jó, Mária, ez jó dolog, várjál, veszek gyorsan egy istenkarot végbe. Menjünk innen! Szép volt! Az szép volt! Te is láttad a gyereket? Hát én nem látok senkit. Jaj, oké. Kéne még egy morzsa, és akkor meg lesz az én a... Mi a neve? Kard neked? Vagy neked már van Balázsia? Nekem már van. Jó, oké. Okay. Na, kiütöttem egy srácot. Ott egy srác mögöttünk, gyorsan valaki. De már mindig is srác. Azaz három. Itt kicsit az buggol az aréna, ezért az azt jelenti, hogy én rámegyek a pirosakra, jó? Jó, jöttök meg vissza még gyorsan. Hát... gyorsan hillem magamat gyorsba. Tényleg nagyon gyorsba. Tám, meg segíteni csak. Ja. Itt az zöld! Betty, please, szövi! Betty! Nem halt téged, ugye tudod? Nem na, baj! Na. Egy lány üld, ez az már de jó, ciki. Ez az, de jó. Gyere. Ja, nem is üld, ez jó. De kiütötték az ágyunkat, ugye azt tudod? Komoly. Naj, Sky Modul elmészte oda. Istenem. Mi van? Az a neve a gyereknek. Nem. Menj el vissza! Te meg! Te gamer gyerek! Te jó. Gamer a gyerek! Gamer ne egyed már be az almádat! Gamer gyerek, please! Gamer gyerek, ne hagyj már meg sárkányod! Ne! Jó kiestem! Gamer gyerek, gamer! A gamer jó. Tütöm! Megvan egy ágy. Ha innen még meghozzuk, Mário, fussál el kérlek, légy olyan nedves! Neki imeld a csávot, neki imeld a csajt, neki imeld! Gyerünk! Csap szét a csücsét! Fucsos! Na Betty, ezt elszámol vele. Ketchup. Gyerünk! Nagyon szép. Nein! Mário, ne ide tverkeljél már száddal.
Azt igen, ez aztán DAT kifejező eszköz. Az igen. Jó, veled teamban. Tudod milyen szar érzés, amikor sok kis zöld ide támad rád, és bármelyik pillanatban lelökhetnek? Hát miért? Én úgy estem most ki előbb, hogy előbb a piros bette az OP-t, és az ütött engem. Jó, figyeld, Dori idadja az OP-ját, akkor a zöldeket team van. Zsemle idadja az OP-ját, a zöldeket team van, úgyhogy a zöldeket team van. Na, menjünk rá most a sárgákra. Igazából most magamnak mondom, de igen. Problém. Sárgákra rá kéne menni, srácok. Az a nagy gond most igazából. Jelenleg muszáj felvennem magamhoz az összes OP-t, meg igazából, hogyha nem veszem fel, akkor így is meghalok vele, hogyha meghalok, úgyhogy rás sárga. Nem rá... Jaj, bocs, guys, rás bocs. Sárga. Na, srácok, akkor csapassunk át a sárgákhoz, jó? Benne vagytok esetleg. Meg kéne kérnünk ezt a Sims gyereket, vagy Shameless, vagy nem... Smiles. Igen, én is azt mondtam. Smiles csávokát. Hogy az ágyukat, ha lehet, akkor szevasz! Akkor lehet az ágyukat, akkor gyengítse meg nekünk, mert az igazából könnyebb lenne kijutni. A zöldek igazából meg is hagynák az ágyukat. Na, nézzük meg, hogy mit tudunk elérni ezek ellen, a sárgák ellen. Hát együnk be egy pár OP-t, és akkor csapassuk neki. Szettem az még mindig nincs, úgyhogy azt sajnos nem tudom garantálni. Aj, hagyjad már magad, lelökős, te lelökős gyerek. Betike, menjél innen, enyém, megállj. Jó, a sárgákból igazából a többség az már meghalt. Mondjuk ő is meghalt, Betty is mindjárt meghal. Igen, mondom meghalt, jól halt meg. Igen, srácok, ilyenkor mutatom nekik a tímet, azért mutatom, mert köszönöm szépen neki, hogy segített kiütni az ágyat, vagy meghajtó nekem az ágyat, hogy ugye kiüthessem, vagy adott cuccot, de igazából, hogyha nem ütöm ki az ágyat, vagy kiütöm az ágyat, és ő életbe marad, akkor az úgy bármikor bármi lehet, hogy kiütheti az ágyunkat. Ezért van az, hogy nekem muszáj megölnöm, de viszont a tímet azért mutatom neki, mert ugye segített nekem. És most így egy videóban akkor mennyiben? Nézd meg, ilyen kedves a csávó, hogy leugrik, hát vágod, leugrik a gyerek. Isten, de kedvesek. Na, Jaj. Hungarian errefele csapat. Na, jó. Srácok, ha 1v1v1 van. Hungary van ellenem. Meglátjuk, mit érünk Hungary ellen, srácok. Ezt most nagyon megnézhetjük. Hogy mit érünk ellene. Ez itt hatalmas, döntő pillanat az életünkben, hogy esetlegesen ezt az 1v1-et sikeresen megnyerhetjük. Nem tudom, miért csináltam egy ilyen nagy költői történetet ennek a kis pillanatnak, de... Mert miért nem? Aha, lelökős bot, hagyjad már magad, ennyi vagy barátom, ennyi. Lelökős bottal itt rám jössz, Istenem, de... Ilyenkor mindig Hubert jut eszembe, soha nem a kilökésre megy. Mindig látja, hogy kilöki, inkább elfut a Hubi a sziget közepe felé, hogy persze üldözze a gyerek, hogy nehogy kilökje, hogy nem megy a kilökésre. Ez a gyerek mit csinál? Beeszi az OP-t, az rám jön egy lelökős bottal. Na, erre sem tudok mit mondani. Mi kéne, ha volna? Mondjuk egy chat lejjebb, de igazából azt nem tudom megcsinálni, mert... Én mindig 1v1v1. Igen, most már 1v1 van, mert hogy hősiesen kiütöttem az ellenem élő gyereknek a fejét. Na, hol rejtőzködik a barátunk? Na, hol rejtőzködsz? Valószínűleg sem. Baluka technik, ki kell ütni az enemének a helyét. Igen. Érdelmes. 100 ki, a sárgáknál van a csaj, aki igazából csávó, vagyis lehet, hogy csaj csak fiúszkinnel, a mai világból már bármi lehet. Ebben nem szeretnék belemenni, mert még a többség a nézőknek inkább kisebb és nem nagyon szeretne ilyenekről gondolkozni. Éjszaka, ennek se tudom, miért mondtam ilyen nagy történetet. Ilyen koncsítás témában lesz. Igen, koncsítás témában lesz. Belinkelem a koncsit a videóját, hogyha nem tudja valaki, akkor majd be lesz linkelve ide, ezt megnézheti. Igen. Nem kis promónak szánom, de 33 méterre van tőlem a pasi, és én bármikor behetek egy OP-t, mert hogyha esetleg így rámugrik hátulról, az nem olyan kellemes. Erre van? Erre hát? Vagy erre? 37? Nem erre van. Ezt már megalapíthatjuk. Akkor a barátunk
Hol lehet a barátunk? Ezt nem tudom. Én ezt még mindig nem sejtem. Fölöttünk? Hát fölöttünk nem hiszem. Itt van mondjuk 33 méterre. Erre 37. Igen, akkor nem fölfele lesz, hanem lefele lesz. És hogyha lefele lesz, akkor csökkennie kell. Igen, lent van a pasikánk. Már is nem a pasikánk, hanem értek. Na, bányász törvény, magad alatt soha ne üss ki blokkot, de muszáj megszegnem ezt a magam alatt blokkiütést, mivel akkor soha nem haladnék le, maradjunk annyiban. Hát Balázs, kiírtam, hogy Balázs egyre egyezik, drukkoljunk neki, BB4 és Aléna. És mindenki itt írja, hogy hajrá Balázs, gyerünk, meg ilyesmi. 8 méterre van a faszikánk, hallod? Elkezdem mondani, hogy hajrá Balázs, meg ilyesmi, mindenki azt mondja, erre a gyerek elkezdi, kit érdekel Balázs. Igen? Jó, meg is van a barátunk, itt van, itt rejtőzködött, sokat nem számított, gyerekek, ezt az arénát, nem halt meg, dehogy is nem, ezt az arénát hősiesen lejátszottuk, lehoztam a 1v10-et talán? Faszus. 1v10-et. Azaz, igen. Na, srácok, én akkor meg is szeretném köszönni, nem, én nem szeretném még megköszönni a figyelmet, jövünk vissza a következő arénával. És itt vagyunk a következő pályán, a csapat még mindig nem változott, kivéve Bedó te helyett jött hozzánk egy... egy marsz. Skysword 95, ami magyarul Égkard 95. Nem tudom ezt miért mondtam, de hát, miért nem? Magyarul Skycard, szóval... Nem baj. Nem baj, nekem akkor is. Skycard. Alapból, alapból. Van vándorfalusi, mert nem tudtam megfigyelni két szemben. Van már gyémán morzsám, szóval... Akkor csapassunk középre. Jó, oké. Okay. Jó, hát nem fogunk kijönni középre, ezt már megjegyezhetjük. Ja, de már kéne blokk is ahhoz. Hol a gyere, maradj, adok kutyát. Oké. Plusz egyet vettem véletlenül. Na, jó. Na, akkor én is átlék gyorsan középre. Én is jövök ki középre. Vigyázz, hogy ez ilyet hátad mögött? Hátad. Nem, ő kedves. Kedves? Ő kedves. Biztos? Nem tetves, kedves. Nem tetves. Ő egy kedves, nedves kislány. Kedves. Kedves, teljes nedves. Na, csapjuk ki a sárgákat, gyertek, skacok. Ő egy kedvesben teljes nedves. Nem baj, ugye, hogy nincsen kardom. Jövök én is. Honnan vagytok? Valaki crazy csapatládába tudna berakni rezet? Jász meg, jó, felmegy hozzád a... Jó, az asza jön. Heho! De azért nem annyira kedves, inkább tetvesnek mondanám most már. Feltartom őket. Jó, engem ki PvP-zett egy izé, defa. Zsír. Az igen. Hová, nem volt HP-m. Te előtte ütögettek ide-oda. Na srácok, eddig egy arénát megnyertünk, ami azt jelenti, hogy már kész profik vagyunk, hogy már akár abba is hagyhatnánk a videózást, mert már megnyertünk egy arénát. Amúgy de nem. Ne. Egy újabb diával termelődött a crazy csapat. Én leszedem a piros. Nem, ugye magad nevében beszélj, hogy izé profik vagyunk. Hagyjad már magad, amúgy inkább a pirosoknak az útját. Ügyes vagy, most menjek ki középre és kempálj be. Na, okay. Van már két gyémánk mondjam. Nekem pedig egy. Nekem már három. Ha? Csá, faszikám, mi adta nekem a izét? Akkor én csóró vagyok. Jaját. Te rohankal, Lacik? De nem hiszem már, ilyen nincsen. Mi van? De megint vagy a rájba. De minek? Attól nem leszel menőbb, mert izé kiütöd az ágyunkat, hogy akkor minek ütöd ki aztán, minek jössz ide tímelni velem? Nagyon hallatszik a telefon, izé, csörgés. Nem hallottam semmit. Nem, azért ki kell kapcsolnom, pill. Na jó, itt vagyok. Na, Istenem. Ezt kívánja. És feláldozó voltam. Elögtem magammal együtt. Még miért? Azért most én menő vagyok. Hát menő vagy. Fedezzetek, léci, két HP-n van. Ó, gyere. Lecsapom most zöldet, gyere. Elfutott, hát rát a tengerre, és iszett szóval. Na, letímelsz, kedves vagy? Kedves vagy. Na. A dobhártyám most kiégett, vagy mit tudom. Nekem is. No problem. Nekem is valami kiégett szabiség. Na. De elnézzük. Jó, de ezt vagy, nagyon szépen köszönöm. Jönnek ide, nagyon. Most komolyan
Valahogy ki kéne mennünk középre és... Na, én is ezt tervezem. Na, jó, kardot ide adja. Ez már fasz a gyerek. Én estem ki az arénában elsőnek. Rengeteg dián van. Kimegyek középre venni egy OP-t, én már verhetetlen vagyok. Hát nekem nem lesz OP-m. Én bementem középre. Na. Most díjbolni akarok. Azt sem tudom, hol van itt a falusi, valaki? Hol van a falusi? Hol van a falusi, basszus? Hát kéne OP-t, nincs HP-m. Egy ütés vagyok bárkinek, bármilyen karddal. Ha? Szerintem most itt full meghalok. Itt a falusi az orrom előtt, és nem veszem észre. Hol vagytok? Alig van HP-m már. Na, az érzés kölcsönös. Ott van a srác, ugye ez... Jó. Jó, megvettem minden olyan dolgot, ami kell. Nem tudom, minek ettem be az egyetlen OP-m, de beettem. Úgyhogy, hát itt adja nekem a gyerek a izéjét. De nézd már, ilyen kedves csávok is vannak még a világon. Fiam, ugye, mert hogy lehet ezt kifejleszteni, hogy tudjak OP-t venni, szóval így. Ja. Ezt nem kell kifejleszteni, ezt tudod OP-t, itt tudsz OP-t venni. Na srácok, menjünk rá most a zöldekre, csapjuk szét a belsejüket, ne kiméljük őket. Really guys, okay? De mennyi fel lehet venni OP-t? Lelök, nem lök le. Három izé, dia. Nem akartok jönni, amúgy zöldem, egy egyedül így jó sokat érek, hallod, gyere már, légy szíves. Megyek. Légy oly tetves, ne önnedves, ő kedves. Oké, megyek. Csak hogy na. Zöldek, ugye? Aha. Van OP-t, adjak, mert nekem van. Mindig bejöttem már. Gyere már. Ja, hát akkor rássolj be. Azok bejöttek rám. Ja, megint ilyen izé, egyedüli harcos leszek? Nem, mit tudok még. Beakadt az egér is, nagyon jó. Két HP, egy HP. Jó, ágy megvan. Na, ilyenkor van ez a helyzet, amikor letímelek vele, és muszáj megölnöm azért, mert ha nem ölöm meg, akkor valószínűleg kiüti az ágy, vagy akkor megölnek. Nem, edd be az OP-t, kérlek. Nagyon jó. Profi vagy, barátom, profi vagy, te egérsz, imádlak, hogy most beetted az OP-t. Mert tudni élik az egeremről, néha beszokott buggolni, és az a néha az eléggé sokszor van. Van-e itt még valaki? Az a kérdés. Proesti 3 méterre van, és nem tudom, hogy hol van. Azért az zsír. Tök jó, hogy ezért rám jöttek, vagy jöttem el. Igaz, hogy csak 4-en vannak, de na. Ironikusan. Ja, hogy a Proesti ez még az volt, aki nem halt meg. Na. Még van esélyed megnyerni. Az a baj, hogy ketten ütnek és 2v1-be olyan gyorsan megölnek, hogy csak na, jó, egy meghalt. Ha, hagyjad már magad. Na várjatok, beettem egy újabb OP-t. Itt most már a végsőkig harcolunk. Itt most már olyan nem 1v1 van. Jó, hogy még van a sárgák ágya? Jó! Jó, hogy még van a sárgák ágya? Aha. És azt várják tőlem, hogy üssem ki? Hejó. Hol vagyunk mi? Az a probléma igazából, hogy most itt folytonosan rám jönnek, sokat nem érek, srácok. Ezt tudni illik. Így. Na, most ez letímel velem, vagy nem? Köszönöm, srác. Te srác, olyan kedves vagy. Nagyon aranyos vagy. Puszi az orcádra. Ha most hátba löksz, az pedig a te gondod, hogy most köcsög leszel, vagy nem. De egyelőre aranyos vagy. Na, mennyi innen te, meg akartál ölni. Na, ilyenkor van az, amikor bebuggol az aréna. Na mi van most, megint ilyen izé? Egyedüli harcos lettem? Ja. Megint az elején ki. Jó, na. Mondjuk te nem az elején estél ki. Persze, az úgy jó játszani, hogy izé, és erre eljövök a kékekhez. Állj meg, bocs. Úgy jó játszani, hogy valóka leviszi. Na, lehozod, nem ölsz meg. Lelöksz, az a te hibád. Köszönöm. Szeretlek, Cheese King. Imádom a sajtot, te is imádod a sajtot, mert mind a ketten sajtászok vagyunk. Ezt nem tudom, minek mondtam, de no problem. Na, zsemlike. Na, bro. Hey, ho, hova mész? Hova mélyél? Hey. Na jó, elhiszed, hogy nem érdekel igazából. Úgyhogy most már senki, no team senkivel, talán Cheese King-el, meg zsemlével, ő is ilyen kis
cukipofa. És eljött az az idő, amikor itt vagyok a sárgáknál, csapkodom őket egy nagy, nem mondom, hogy mivel, nem arra gondolok, hanem a bajtámra mondjuk, vagy kardomra. És nézzük meg, hogy egyedül lebírom-e hozni, vagy nem. Mert ha igen, akkor itt... itt elég pró vagy. Akkor elég pró vagyok. Na. Jól meg azt mondtok. Figyelj, és hagyják, és beszélsz, és hagyják nekem kivetni az ágyat. Á. De ilyenkor is muszáj megölnök titeket, mert hogyha nem öllek meg, akkor tudjuk mi lesz, hogy megöltök engem. A zsemle az így leugrik valószínűleg, igen. Na, megint ott tartunk, hogy 3v1 van, ami azt jelenti igazából, hogy 1v1v2. Na, igen. Az a barátunk a Cheese King, vele nem tudom most mi van jelenleg. Amúgy Balázs, ha vége a meccsnek, akkor majd lenne egy... beszélni valóm, ha nem felejtem el. Vagyis azt mondták a hatalmasok, hogy a hatalmasok, mivel nekem jelenleg 43 almám van, ezért nem panaszkodhatok, jó? Ez kicsit így ment. Viszont azt mondták a hatalmasok... De igen, ilyenkor hatalmas. Van az, amikor jelenleg 3v1-es akció van, ami azt jelenti, hogy itt egyszer rám kritelnek ketten, és meghullok. Az így. Még kihullott te? Esd már le, te, á. Botok, mi a 3v1-ben nem bírnak megölni? Á, ez de gáz. És nincs OP-m, nincs OP-m. Á, csak egy, az viszont nem elég. Kéne gyorsan szereznem. Chessben nincsen dia. Nincs hát. Miért lenne? Na jó van, srácok. 3v1 van. Igazából, mert ketten rám jönnek egyszerre, mint... Igen, hát értitek. Most vagy az van, hogy megölöm őket. Vagy az, hogy lelök. A csávó azt tudja, hogy lelök engem. Vágod össze, tímelnek ellenem. De jó. Na, no problem. No problem. Ez nem az én hibám, hogyha elvesztem. Hanem az, hogy... Négy... Na, jó, én is legyek troll, mint te. Gyere, na gyere. Barátom, most nagyon troll leszek, figyeljétek meg, srácok. Olyan troll leszek, hogy átépítek, és lelököm. Jó, 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 jó. Egy fa... Már, hogy menjem már innen. Egy fightot megúsztunk. Most már 2v1 van, és még van OP-m. Nem mondod, hogy felépítenek. Istenem, de botok. És viszont nincsen blokkom. Ami azt jelenti, hogy 4 fából kéne átjutnom a túloldalra. Balázs, amúgy ezt a bedvorsopos dolgot is meg tudnám már oldani ezére. Nem kell, ezt nem kell. Nincs ez szükség. Majd, hogyha lesz, lenne. Vagy nem tudom. Szóval most már jó vagyok. Mert miért? Nincs, hova lett a blokkád, basszus? Nem mondod, hogy eltűnt a blokk, amit vettem. Istenem, hogy... Aj, várjatok, srácok, itt most buggola volt. Na jó van, egy OP-m van. Se több, se kevesebb. Én most jelenleg... Jó, hogy ők itt fájtoltak egymással? Aha. Egy OP-m van. Nincs blokkom. 1v1 van. És jelenleg ott tartunk, hogy 2 1v1 helyzetet is lehozhatok. Az igen. Nem hiszem el, hogy mindig felszedek valamit, hát ilyen nincsen. Nem bírok egy nyomvad blokkot venni, mert valami mindig kezem ügye közé kerül. Na végre. Eljött az idő. Arra, hogy végre neki mérkőzzek ennek a hatalmas harcnak. És újra 1v1 helyzetbe kerültünk, srácok. És megint ott tartunk, hogy lehozhatom az 1v1-et. Oh, van OP-ja, az a baj. Na, nézzük. Szedtem az full kopot, azt lecseréljük gyorsan. Véd egy, igen, ezt is lecseréljük. A nacim viszont az full kopot, azt is le kéne cserélni. És erre jó a minishop, mert nem kell elmenni. Mindig Tesco online vásárlás a profi.
Na nézzük, menjünk rá, lássuk, mit tudunk kihozni a második 1v1 helyzetünkből. Barátunk beette az OP-t, elvileg, ha jól láttam, ez még nem biztos. Inkább ahhoz a taktikához fordulok, hogy elmegyek egy OP-t venni, és utána kicsapdossuk a gyereket. Jó srácok, szerintem most ez a legmegfelelőbb döntés. Nem tudom ki, hogy van ezzel. Írjátok meg kommentbe, hogy ti rámentetek volna így egy OP-val a helyetekbe, úgyhogy nem tudjátok, hogy nála hány OP van. Én jelenleg annál döntésnél vagyok, hogy inkább hazamegyek egy OP-t venni, vagyis hát középre, és két OP-val rámegyek, mint hogy egyel. Habár igazából nem is kell, nem is van, nincs olyan nagy probléma, mert hát a barátunk is jött velünk, ami azt jelenti, hogy a zöldeknél fordhatjuk a csatát. És igazából nem tudom, mi történt. Csávukánk, hallod Mária, így? Félek tőle, mert látom az OP-t a kezébe. Az igen. Inkább átmegyek egy OP-ért, veszek egy OP-t, azt így ráütök a gyerekre hármat, az meghal. Úgyhogy igazából nem tudom, hogy ennek mi értelme volt, hogy hazamentem, de no problem, nem tudhattam, hogy hány OP-ja van, igaz, akkor nem volt egy sem. Én meg is szeretném köszönni a figyelmet, hogyha tetszett a videó, akkor kérlek lájkoljátok, iratkozzatok fel és osszátok meg. Köszönöm a figyelmet, én Baluka voltam, sziasztok! Sziasztok! Vigyázzál a nagy buffonnal, mert elrepít. Már kiszedem a szemeit. Ja, a nagy dagadt szemeit. Jó, a többsége már meghalt, de itt ment.